Hello és üdv a Simicska Lajos politikai és gazdasági életútját. Hát mondjuk az ő esetében ezt a kettőt nem is lehet külön választani. Na nem, mintha mások esetében egyébként külön lehetne ezt választani, na de az ő esetében aztán különösen nem lehet. Szóval a Simicska Lajos életútját bemutató sorozatunk második részét nézed most. Ha lemaradtál volna az első részről, akkor mindenképpen pótold és aztán gyere majd vissza, mert ebben a részben alapvetően már a 98-tól kezdődő történeteket fogjuk majd ismertetni. Üdv, én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Nyári Partizán, Simicska Lajos életútját bemutató sorozatának második része, kezdünk. Ahogy az előző részben már ismertettük, a gazdasági alapozás megtörtént 94-re. Azonban, hogy sorra kiderültek a mutyik, rengeteget ártott a Fidesznek. Egy évvel korábban még a legnépszerűbb ellenzéki párt volt, kifejezett győzelmi esélyekkel. A 94-es választásokon azonban mindössze 20 mandátumot tudtak szerezni az akkor még 386 fős országgyűlésben. Az első választási forduló utáni sokból a párt agytrözt viszonylag gyorsan felócsúdott, és elkezdte menteni, ami menthető. Sőt, szintet léte nem elkövetni Antalék hibáját és lyukas gatyával vonulni ellenzékbe, hanem megalapozni a következő választásokat. A feladat Simicskára hárult, akiben a bukás ellenére töretlen maradt a bizalom. A Mahír stratégiai médiákat szerzett a két forduló között. Már tudható volt, hogy az MSZP alakíthat kormányt, csak a győzelem mértéke volt a kérdés. De formálisan még az MDF, Kisgazda, Kereszténydemokrata koalíció kormányzott. Az állami tulajdonú hírlapkiadó vállalat vezérigazgatója, Liszkai Gábor, jelenleg a propaganda médiát tömörítő holding, a Kesma frontembere, a tulajdonos APV RT háta mögött, de az MDF-et is kihagyva, a Mahírnak adta bérbe háromnapi lap, a Magyar Nemzet, az Esti Hírlap és az Express hirdetési újság kiadói jogát. Bölcsválasztás. Egy komoly, konzervatív politikai tartalom az ekkor már jobb felé helyezkedő Fidesznek. Egy bulvárújság a lakossági elérésért, illetve a kettőt eltartani képes népszerű reklámfelület. Formálisan évi 200 milliót fizettek Simicskáik a bérletért, ráadásul szinte fillérre ugyanennyi vissza is pörgött a hírlap kiadótól a csapathoz. Az állami cég történetesen éppen egy Simicska közeli szatellit céggel szerződött le okosba, hini-humi reklámügyek vitelére. Én azt hiszem, hogy felvevőpiaca nem annyira a tanulmánynak van, hanem egy kis szerencsével a tanulmánykészítőinek lehet. Mégis mind a ketten olyan témákkal foglalkozunk, amelyek ha nem is annyira piacképesek, de legalábbis ma azt hiszem Magyarországon nagyon fontosak. És gondolom, hogy mind András, mind én a pályánkat is olyan helyeken, olyan intézményekben szeretnénk folytatni, ahol ezekkel a kérdésekkel a gyakorlatban is foglalkozhatunk. Ebből a szempontból egy ilyen dolgozat megírása már előtalományként is nagyon jó, azt hiszem, és mindenkünk, mind pedig a későbbi munkáinknak hasznára válhat. A szerződést olyan profin bebetonozták, hogy Hornéknak csak 96-ra sikerült kirúgni a Mahírt, illetve a Postamank szemében ekkora sikerült olyan befektetőt találni, amelyik állja a Magyar Nemzet ekkor már napi 1 millióra rugó veszteségét. Sok rosszat lehet ugyanis mondani Horth Gyuláról és kormányáról, de ők, amikor megtehették volna, nem vállalták fel, hogy bedöntik a konzervatív tábor ikonikus napilapját. Pedig állami tulajdonosként megtehették volna, a gazdasági szempontból nem is lett volna észszerűtlen döntés. Ráadásul sikerült megtorpedózniuk egy másik lapszöktetési kísérletet, amíg mindig állami MHB tárgyalásokba kezdett a Mahírral az értékpapír portfóliójukba tartozó lapkiadók, a Mai Nap és a Reform című bulvárlapok és a Szabadföld kiadójának eladásáról. De ne aggódjunk, a Fidesz nem maradt napilap nélkül a hideg ellenzéki időkben sem. 97-ben indult be a Mahír kiadásában a Napi Magyarország, hogy aztán 2000-ben már az első Orbán kormány idején egyesüljön a Magyar Nemzettel, praktikusan bekevelezze azt, miután a Postabank média cége valamiért épp a Mahírnak adta át-vissza a konzervatív napilapot. Ennyit Hornék nagyvonalúságának eredményességéről. Ha már médiaügyek, a Fidesz alig nem a sajtóval elefánt a porcelánboltban módon viselkedő MDF kárán hamar megtanulta,
hogy minél többet és minél rövidebb pórázon uralnak belőle, annál jobb. 96-ban, tehát a Hornyira kellős közepén a párt elérte, hogy Simicskát, ezt a makulátlanak nem mondható, például az állami hírlap kiadó újságjait nem sokkal korábban lenyúló erős háttéremberét ültessék a közmédia kuratórium, pontosabban az MTV közalapítvány kuratóriuma ellenőrző testületébe. Nyomban elnöknek! Erről a tisztelt ház országgyűlési határozatban döntött, emlékeztetőül az MSZP-SZDSZ koalíció kétharmados többséggel kormányzott. A szintén ex-bibós mahír ember Gyűri Tibor, későbbi miniszterelnökségi államtitkár, a Duna TV kuratórium ellenőre lett ugyanezen határozat alapján. A média tulajdon fontos, de a cash legalább annyira fontos. A rendszerváltozás utáni évek emblematikus figurája volt Prinz Gábor bankár és az általa vezetett Postabank, ami azért sokkal inkább tűnt pártok, politikusok és mindenféle szírszar hírességek fekete kasszájának, mint prudens pénzintézetnek. Prinz később a vádlottak padjáig bukott a bank lerohasztása miatt. Nevetséges 3,6 milliós pénzbüntetést kapott a több mint egy évtizedig elhúzott procedúra végén. Akkor azonban még ereje teljében tetszelgett a fényes szalonok vendégeként, amikor a 98-as országgyűlési választások két fordulója között a bank cége, a Herzog Palace Kft. A névérték 27-szeresén 380 millió forintért 49%-ot vásárolt a Mahír Henger plakátos leányvállalatában, a Mahír City Poster Kft.-ben. A plakát céges üzlet rész a bank rossz befektetései között a Reorg Apportban végezte, a konszolidáció során az adófizetők állták a bukást. Ez talán kevésbé meglepő, mint az, hogy Orbánik egyik első dolga volt a 98-as hatalomra kerülésükör, hogy kirúgják Princet. Persze csak az lepődött meg a fejlemény, aki nem figyelte eléggé a Fidesz nevű zárt körű részvénytársaság addigi tevékenységét és káderpolitikáját. Ahogy haladt a kassza feltöltése, megkezdődött azzal párhuzamosan a kalandos múlt retusálása is. Alig a függetlenül a legrejtői figura a Sittes Varga Tamás kiátkozásától. Bár csak később, 98 nyár végén derült ki a Népszabadság cikksorozatából, hogy Simicskáik a párt ellenzéki időszakát arra is kihasználták, hogy eltüntessék a több tucatnyi tagból álló cégbirodalom legfeleslegesebb, legjobban, leggatyásodott tagjait, mindösszesen 17 céget. Alig kezdődött el a Fidesz sztoria, már is akadtak törlendő fordulatok. Mit tesz egy jogkövető polgár, ha fel kíván hagyni a vállalkozásával, végelszámolást indít, kifizeti a tartozásait és beballag a cégbíróságra. Ezzel szemben mit tettek ők? Odaszóltak a trupp szerényebb képességű tagjának, az egykori lelkes szamizdat másoló Schleck Csabának, később a Simicska féle Ráncid Rádió, majd 2017-18-ban a Magyar Nemzet főszerkesztője, hogy legyen a nevére több mint tucatnyi legatyásodott céget, majd kukázza ki őket. Schleck, erre például a közreműködő pártközeli ügyvéd szerepe utal, alig ha saját kútfőből találta azt a remek megoldást, hogy két külföldi állampolgár útlevelének adja el a társaságokat. Az útlevelek tulajdonosai a horvát Josip Tot és a török Kaja Ibrahim voltak. Nem nagy ügy, mondhatnánk, különösen a 2010 utáni korrupciós nagyságrendek ismeretében. Ráadásul eléggé bevett, bár kétségtelenül jogellenes szokás volt ekkoriban már hajléktalanok, elérhetetlen külföldiek nevére iratni, megmond cégeket, és nem csak a tartozások eltemetése miatt, de az őrjítő bürokrácia megúszása végett is. Csak hogy a hasonló módszerrel fantomizált sok ezer vállalkozás közül csak ennek a 17-nek volt korábban olyan tulajdonosa, akit aztán később az adóhatóság élére jelöltek. Ettől szólt nagyot a sztori. De hogy is van ez? Átugrottunk egy fontos eseményt, íme az időrend. A cégeket Schlecht két pakban, 95-ben, illetve 97-ben tüntette el. A cikk sorozat 98. augusztus-szeptemberében jelent meg. A kettő között 98 tavaszán a Fidesz megnyerte az országgyűlési választásokat. A második fordulóban szüksége volt aztán a kisgazdajelöltek visszalépésére a győzelemhez, de nyertek. Koalíciós kormányt alakítottak a Tornyán József vezette kisgazdákkal és a Dávid Ibolya féle MDF-fel. A kormány megalakulása utáni napokban jelentek meg az első találgatások arról, hogy Orbán, formálisan Járai Zsigmond pénzügyminiszter, Simicska Lajos jelölheti az APEC élére. Olyan abszurdnak tűnt még a felvetés is,
ismerve az érintett szaki stiklikkel ékesített előéletét, illetve kezelhetetlen személyiségét, hogy sokáig hírlapi kacsának tűnt. Ekkor még nem volt országvilág számára nyilvánvaló Orbán Viktor életfilozófiája. Ha támadják, meghosszabbítjuk lovasberényig. Utóbb egyre több helyről megerősítés nyert, hogy bizony, az egykori gimnazista, honvédségi és kollégium jó barát és pártkasszás főadószedő lehet. És valóban, meghosszabbították Lajos lovasberényig. Járai a Josip Totos cikk sorozat közepette, a szabadságát töltve érezte fontosnak kinevezni Simicskát az APEC élére. Persze, ment a hiszti a történet semlegesítésére. Visszaemlékezve az ekkori nagyüzemi árhírgyártásra, érdemes észrevenni, hogy első kormányzásuk idején minden olyan eszközt ismertek és használtak Orbánék, amin 2010 óta csak elmúldozunk. A NER-ben kétharmados erő birtokában csak kimaxolták a gyakorlatot. Szóval beindult a fake news gyár before it was cool. Maga a miniszterelnök tett drámai bejelentést a Fidesz választmány ülésén, miszerint a Népszabadság cikkeinek forrása egy a párt vezető politikusai és családtagjaik ellen 1997-ben, az előző kormány idején végzett titkos és törvénysértő adatgyűjtés, amelynek költségét elsősorban a polgárok viselték. 27 nevet sorolt fel, mint a magyar Watergate célszemélyének nem teljes listáját, és ígéretet tett rá, hogy a vizsgálat lezárulta után az ő nevüket és az adatgyűjtőkét is nyilvánosságra hozzák. Megkezdődött az állami erővel folytatott bizonyítékreállás. A jelentés szerint az információs hivatal a Nyírfa akcióban túllépte hatáskörét. A szervezet bűnözés ellen szabálytalanul gyűjtött információkat. Ezek többek voltak egyszerű pletykáknál. A különböző pártállású politikusokról, országgyűlési képviselőkről szerzett adatokkal azonban visszaélés nem történt. A 8-2 arányban egy tartózkodással elfogadott jelentésben a Fidesz képviselője sokalja a kompromisszumot, ezért meg sem szavazta. Megítélésem szerint Nikolics úr bizonyította számomra az alkalmatlanságát, úgyhogy leghasznosabb az lenne a szolgálatok jövője szempontjából, ha haladéktalanul felállna a pozíciójából Somogyi kabinetfőnök úrral együtt. Ön merényletre bírtak rá egy aktív titkos szolgált azzal, hogy kenjen minden zavaros, szoci közeli volt ügynökökre. Földi László, a jelenlegi rasszista paranoid biztonságpolitikai megmondó ember, segítségével pedig hamis bizonyítékot vásároltak egy magánnyomozótól. De mindez együtt is kevésnek bizonyult Orbán szavainak igazolására. Nem véletlen, hiszen a mondás az első szótól az utolsóig előre megfontoltan terjesztett hazugság volt. Az eddigi eseményeket összegezve elmondható, hogy a Fidesz már 94-ben kormányzásra készült, nem alaptalanul lévén sokáig messze a legnépszerűbb ellenzéki pártnak mérték őket, és már akkor startvonalra állította két kulcsembert. Simicskát, aki képes volt anyagi bázist teremteni úgy a pártnak, mint az élcsapatnak, illetve Polt Pétert, aki a legalkalmasabb figurának bizonyult arra, hogy ezek az üzelmek, ha esetleg átlépik a törvényesség kereteit, büntetlenek maradjanak. A választókon múlott, hogy a csoda fegyvereket csak egy ciklussal később, 98-tól élesíthették először. 94-98-ban Lajos a Mahírban, Polt a Fidesz jelöltjeként az ombudsmani hivatalban merülhetett alá. Poltnak egészen 2000-ig várnia kellett, ekkor teremtett olyan helyzetet a kormány, hogy a korábbi legfőbb ügyész Györgyi Kálmán máig ködös körülmények között az Áder Jánossal folytatott négy szemközti beszélgetés után lemondjon hivataláról. Simicskát ellenben már 98. augusztusában kinevezték adóhivatali elnöknek. Első dolgai közé tartozott leváltani két helyettesét, a nyári szabadságon lévő Bokorpárt és az épp betegállományban lévő Monostori Lajosnét, majd menesztette több megyei igazgatóság vezetőjét, maga mellé vette viszont helyettesnek az úgy szintén egykori bibós Vida Ildikót. Több Mahír leányvállalat volt vezetőjét. Vida később az utóda lett, majd visszatért a Simicska cégekbe. Legújabban pedig átzsripelt Mészárosékhoz. A menesztettek hallgatása talány. Nem tudni, mekkora lófejet talált az ágyában például Kékesi László ex-elnök, aki még a kormányváltás előtt jogsértéseket fedezett fel a Fidesz közeli Tudomány a Politikáért Alapítványnál és a Ficó Kft-nél, amely miatt vizsgálatot is szorgalmazott Megyesi Péter akkori pénzügyminiszternél. Sikertelenül amúgy.
Monostorné köztisztviselői esküjére hivatkozva burkolózott hallgatásba. Róla érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy 2002, azaz a Fidesz bukása után a kormányzati ellenőrzési hivatalt is vezette, és akkor viszont születtek olyan feljelentések a hivatalában, amelyek érintették az első Orbán kormány tevékenységét. Más kérdés, hogy a Polt-féle ügyészség szűrőjén ezek rendre fennakadtak már akkor. Monostorné családja ugyanakkor később engedékenyebbnek bizonyult Simicskáékkal. Lánya Tátra Miklósnak, a szoci időszak MNV vezérének felesége, Monostori Katalin Monday Consulting néven futtatott céget, amely már a kiteljesedett Orbán korszakban a NER-ben rendszeresen pályázott közösen és többnyire sikerrel a Mahír csoport cégeivel uniós projektek PR-jának intézésére. A vizsgálóbizottság feladata az lesz, hogy megtudják, miért kerülhetett az adóhivatal élére a Fidesz egykori gazdasági tanácsadója Simicska Lajos. A testület arra is keresi a választ, hogy vajon tényleg megfigyeltek-e politikusokat és újságírókat az APEC munkatársai. Joggal várta azt a közvélemény, hogy hát itt valami tájékoztatást kap arra vonatkozóan, hogy van-e valami komolyabb összefonódás az APEC elnökség és az egykori Fidesz tanácsadóság között. Október végére felállhat a bizottság, amelyben ugyanannyi ellenzéki képviselő lesz, mint ahány kormánypárti. A Fidesz nem vesz részt a munkában. Rogán Antal szerint ugyanis a bizottság felállítását csak kampánycélok miatt kezdeményezte az SDS. Semmilyen bizonyítékot nem találtak arra a bizonyos hosszú bájtok éjszakájára. Ezek után az a véleményem, hogy ez a vizsgáló bizottság egész egyszerűen az ellenzéki pártok lejáratására, befeketítésére szolgál, és ebben a formában az SDS kampányának a része. Kampánycélokra pedig mi nem fogunk létrehozni vizsgálóbizottságot a parlamentben. De vissza a Simicskához! Miután kiebrudalta az APEC korábbi vezetőit, az történt, hogy megbénult az ország legmegbízhatóbbnak mondott számítógépes hálózata. A dolgozókat pedig szabadságra küldték. Máig nem világos, hogy töröltek-e, manipuláltak-e adatokat, és ha igen, kicsodákét a médiában, hosszú bájtok éjszakájának hívott órákban. Az biztosra vehető, hogy indokolatlan adat lekérdezések igenis történtek. A technikai malőr egyébként kísértetiesen hasonlított egy korábbihoz. Az Express újság szoftverei is csődöt mondtak, amikor a Mahírnak vissza kellett adni a lapot a hírlap kiadó birtokába. Az APEC Simicska kinevezését követően felállított bűnügyi igazgatósága mindezzel párhuzamosan a kormányzattal szemben állónak mondott számos értelmiséginél, vállalkozónál, cégnél kezdett kutakodni. Csak hogy éppen a bűnügyi igazgatóság bizonyult afféle banánhéjnak, amin még a miniszterelnök jó barátja is elcsúszott. A bűnügyi igazgatóság első vezetője, Pelikán József, mint kiderült, korábban a Teve utcai rendőrpalotában működtetett illegális aranybazárban vásárolgatott, ami miatt vámor gazdaság gyanújába keveredett. Az alapesetben sem kötélidegeiről ismert Simicska szétesett a támadások nyomán. A praktikusan a tulajdonában lévő Napi Magyarországnak például ekként nyilatkozott. Az elmúlt három hónapban megöltétek az apámat és az apósomat, az Úristen rigalmazzon nektek. A nyilatkozat után két nappal Simicska lemondott az APEC éléről, utóda Vida Ildikó lett. Tamácsot szeretnék kérni. De azt kérdezte, hogy már megbeszéltük el, ugye? De igen, tudsz fordítani? Hát igen, van egy időpontja, azt kérdezik. Igen. No. Mindenki nyugodjon le, Simicska sem maradt állás nélkül. Egyrészt végre papíron is bevásárolhatta magát a Mahír többségébe. De akadt még ennél is fontosabb feladata. Az adóhatóságtól való távozása után néhány héttel a Magyar Fejlesztési Bank RT vezérigazgatói tanácsadója mértékadó körök szerint a 100 milliárdos állami vagyonnal gazdálkodó pénzintézet tényleges irányítója lett. Törvény is született az MFB kiemelt státuszáról, még mértékadó források szerint nem függetlenül Simicska lángelméjétől. Korábban a mindenkori pénzügyminiszter alá tartozott az állami bank, ettől kezdve ahhoz a tárcához, amelyikhez a kormányfő jónak látta. Így került Matolcsy György gazdasági miniszterhez, majd kisvártatva az ex-Bibós Stumpfhoz. A Népszabadság kormányzati forrásai akkor azt suttogták, a szakminisztereket zavarta, hogy a Magyar Fejlesztési Bank vezető személyiségeinek rendkívül jó a kapcsolatuk a kormányfővel. Mint mondták, a tárcák első emberei úgy érezték, hogy nem tudják érdemben befolyásolni a bank ügyeit, sőt, azokról sokszor csak későn és áttételesen értesülnek, ezért
nem is vállalhatnak felelősséget a tevékenységéért. Bár senki sem mondta ki, de elég valószínű, hogy Simicska Lajosra az adóhatóság volt elnökének befolyására gondoltak. A Simicska közeli törvény azt is kimondta, hogy a kormány a központi költségvetés terhére kész fizető kezesként felel az MFB-RT által forrásszerzés céljából eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért, a kormány megbízásából, harmadik fél javára vállalt, kész fizető kezességből és bank garanciából származó kötelezettségek teljesítéséért. Na, magyarán az MFB-n keresztül Simicska korlátlan pénzt adhat saját magának a mi adóforintjainkból. Ekkoriban az egy beruházáshoz köthető legnagyobb összegű állami megrendelés az autópálya üzlet volt. Az évente 100 milliárdos nagyságrendbe kerülő Strada program finanszírozása és koordinálása az MFB feladata lett. A bank által alapított Nemzeti Autópálya RT nemzetközi meghökkenés ellenére pályáztatás nélkül választott kivitelezőt, a Magyar Autópálya Építő Konzorciumot, amelynek vezető cége a Vegyépszer RT 97-ben 94 milliárd forint árbevételt és az egy évvel korábbi összegnek több mint az ötszörösét, 5,7 milliárd forint nyereséget könyvelhetett el. A profit oroszlán része az autópálya üzletből adódott, az árak a csillagokba szöktek, az M3-as stráda például kilométerenként akkor 1,3 milliárd forintért épült. A cég frontembere 95 és 2001 között elnök vezérigazgatója tulajdonost a simicskás furfanggal követhetetlenségig bonyolított tulajdonviszonyok miatt inkább nem mondanánk. Szóval nagy elek volt ez az ember. Nagy már a kolozsvári elit gimnáziumban megmutatta oroszlán körmeit, osztály elsőként lekörözte többek között Tőkés László későbbi református püspököt. Magyarországra települése és az itteni rendszerváltozás után Matolcsy György invitálását elfogadva az Antal kormány főtanácsosa lett. Csak hogy a pénz, amit az autópálya projektre kapott a vegyépszer, valahogyan felszívódott a követhetetlen céghálóban, vagy talán azon is túl. A csődbe dőlt központi cég után kifizetetlen alvállalkozók maradtak, akik végül kénytelenek voltak beérni némi csődegyességes alamizsnával. Meg lesz az autópálya gyorsított építéséhez. A most átadott útszakasz szinte még meg sem száradt, már is rejtélyes foltok jelentek meg rajta. Az M3-ashoz hasonlóan, ugyanis néhány helyen málani kezdett az út. A kivitelező Vegyépszer RT azt mondja, csupán néhány egyforintos nagyságú foltról van szó. Még az MFB-nél tanácsadóskodott Simicska, amikor a bank beszállt az Orbán féle megfigyelési kamuban már említett Földi László biztonsági cégébe, a Defense Security Kft-be. A Magyar Posta élén ekkor már Simicska APEC-beli egykori jobbkezével, Kalnár Istvánnal, korábban már üzletlést szerzett a biztonsági vállalkozásban. Az történt, hogy Földi cégét ugyan zsírosra tömték állami megrendelésekkel, de valamiért az akkori mondások szerint a tőkeigényes beruházások miatt rossz anyagi helyzetbe került beszállítóknak, sőt az adóhivatalnak is tartozott tetemes tőke emelésre szorult. A Defend végül végelszámolással múlt ki. A már citált MFB törvény arról is rendelkezett, hogy a bank kölcsönt nyújthat olyan vállalkozásban való részesedés megszerzéséhez, amelyben az MFB RT befolyásoló részesedéssel rendelkezik, ha annak célja, hogy a vállalkozásban fennálló részesedésének mértékét csökkentse. Na, megint magyarán, az eladó fizet a vevőnek, hogy az megvehesse a portékát. Alig hanem már ekkor a törvényszöveg szerkesztésekor kész lehetett a mesterterv az emlékezetes piszkos 12 ügyletre, azaz 12 állami gazdaság felvásárlására, természetesen részben MFB hitel segítségével. De ehhez előbb át kellett venni a gazdaságokat az APV RT-től, majd valamiért még egy kicsit várni. Esetleg a választások utánra halasztva a botrányos szerződéseket, amelyekkel akkori csúcs oligarchák kezébe vagy közvetlen közelébe került az agrárszféra szép szelete. Csak hogy a 2002-es választásokat elbukták, így ismét a két forduló között kellett rohamban leszerződni. Egy hónap alatt talált befektetőre a 450 millió eurós kötvénycsomag. Az összeget az MFB többek között infrastruktúra fejlesztésre, kis- és középvállalkozások hitelezésére és állami vállalatok reorganizációjára fordítja. Viszonylag rövid idő alatt sikerült ezt a tranzakciót lebonyolítanunk.
Azt hiszem, hogy alapvetően azért, mert részben a magyar nemzetgazdaság külföldi megítélése rendkívül kedvező volt az elmúlt időszakban. Simicska választások közeledtével elhagyta az MFB-t, méghozzá az úgynevezett magánszférába távozott. 2001. októberétől Csányi Sándor OTP alkalmazta, az OTP lakás takarék pénztár RT élére került. Aztán nem meglepő, hogy nem fejvadász toborozta, de a Magyar Narancs tényfeltáró riportja szerint az állásinterjú így sem volt mindennapos. Az év nyarán Simicska kezdeményezte a találkozót Csányival, és ott pendítette meg, hogy szívesen alámerülne, mert úgy érzi, akkori pozíciója tehertétel a pártjának. Csányitól sosem áll távol, káder lerakatot csinálni az OTP-ből, mondhatni a pénzintézet már nem is forgóajtó, hanem bespeedezett ringlispil. A Rádor utcai pénzpalotában vészelt át a nehéz időket Pintér Sándortól, Kocsis Istvánon és Szász Károlyon át, Benedek Fülöpig számos levitézett prominens. Simicska leigazolása mégsem tűnik mindennapos szívességnek. Nem sokkal később a pártok valóban berúgták a kampánymotort, a Fidesz ígéretei központjába gigantikus otthon teremtési program került, nagyjából akkor, amikor Simicska felvette a munkát az OTP-ben. Az OTP nem járt rosszul a lakáshitelezéssel, sőt, Csányi Sándor magánbefektető pedig megszerezte a Piszkos 12-ből a dalmandi állami gazdaságot. Csányi és a Fidesz kapcsolata ennek ellenére sem volt zökkenőmentes az évek folyamán. A fideszesek később felkarolták például a Csányitól nem kifejezett barátsággal elvált egykori OTP-s második embert, Spéder Zoltánt. Egy időre, amíg aztán ő maga is kegyvesztetté nem vált. Azzal a nem is nagyon titkolt céllal, ráadásul úgy szintén a simicskás ötletbőrzére hagyatkozva, hogy aféle ellen OTP-t építsenek a takarék szövetkezetekre alapozva. Nem mellékesen, elseggeltek és elloptak egy raklap pénzt, de a tervet nem koronázta átütő siker. A jobbankárhoz méltón szinte mindenfelé barátkozó Csányi belekeveredett az UD-féle lehallgatási botrányba is, aminek a hátterében Orbán ellenes konzervatív akciózás húzódott meg. Ráadásul egykori ápoltjával, Simicskával is összerúgta a port, amikor az ország örökös fő oligarchájaként azt hitte, bátran megteheti, hogy befektessen a közterületi reklámpiacba. Ezek azonban későbbi történetek, jó részt a Fidesz 2002-2010-es ellenzéki időszakához kapcsolódnak, de remekül jellemzik mindkét érintett felet. És ahogyan Csányi végül mindent és mindenkit, voltak éppen magát Simicskát is túlélte, azt is mutatja, hogy alig hanem tényleg ő az ország legerősebb embere. Jelenleg a VIP-páholyok fő vendége és Mészáros Lőrinc üzleti zseniének egyik fő finanszírozója. De térjünk vissza a 2000-es évek elejére. Látszólag töretlen a barátság Simicska és Orbán között, ráadásul egyre gyümölcsözőbb, ezek szűrhetőek le a 98-2002-es időszakot felületesen szemlélve. Akadtak azonban baljós jelek is, amelyek az egyeduralom megingására utaltak már ekkor. Később, a 2013-2011-es szakítás után Orbán körében diverzifikációnak nevezték, hogy Simicskán túli oligarchák is megvetették a lábukat a közpénzfazék körül, csak hogy már ekkor is akadtak alternatív pénzszivattyúk, ráadásul olyan stratégiai területen, mint a kormány és pártpropaganda, amit ekkoriban országimásnak becéztek. Hivatalosan a Stumpf vezette kancellária alá tartozott, PR szakmailag pedig a Habony elődnek mondható Gegman, az azóta elhunyt, orvosvégzettségű Vermeer András, illetve a jelenlegi filmes kormánybiztos K.L. Csaba kettőse vezette a parádét. A választóknak eladandó áru ekkor a középosztályt boldogító polgári Magyarország képe volt, a propaganda farvizén pedig számolatlanul folytja a közpénz a Vermeer K.L. csapat irányába. Hogy ahhoz, hogy választani tudjak néhány ember közül, jól látható különbségeket kell felépíteni. Nem elegendő, ami valóban van közöttük. Ezért egy kicsit polarizálni kell őket, kell nekik adni egy irányt, ami nem azt jelenti, hogy egy másik embert kell belőlük faragni, mielőtt ez a gondolat így kikristályosodik, hanem arról van szó, hogy a rájuk jellemző dolgokat sokkal erősebbé kell tenni ahhoz, hogy ők különbözni tudjanak a másiktól, hogy lehetőséget kapjon a közönség, a szavazó a választásra. Semmi sem utal rá, hogy a Vermeer féle ügyekre bármilyen fontosak is úgy hatalomtechnikai, mint bevétel maximalizálási tekintetben,
Sivicskának komoly befolyása lett volna. Sőt, az Orbán családdal később baráti viszony kiépítő Werner a Sivicska közeli és mafiózósan bárdalatlan stílusában őrá is emlékeztető Tóth Bélától vette át a pártmarketinget még a 94-es kampány végén, a kampány és a remélt siker szempontjából későn. 98-ra viszont teljes sikert hozott a polgári imás terítése, amiről később G. Fodor Gábor alt-rájtos kampányguru is bevallotta, hogy egy volt a politikai termékek közül, semmi egyéb. Az elnök úr okoskodó elemzőket említ, aki szerint a polgári Magyarország csak politikai termék, és ez elbizonytalanítja politikai közösségünk híveit. Mindenki láthatja, hogy mi egy kereszténydemokrata alapokon álló néppárti közösség vagyunk, amelynek eszménye, vezér csillaga a polgári Magyarország. KL régettől fogva kötődik a Fideszhez. 88. április végén a Veszprémi Diákparlament küldöttjeként figyelt fel a frissen alakult szervezetre, amelyről mint a Színház és Filmművészeti Főiskola hallgatója dokumentumfilmet forgatott. A felvétel alig több mint negyedórás változatát KL a fekete doboznak adta át, és 88. augusztusában a Szárszói értelmiségi találkozón a Civil Technikák című film részeként mutatták be. Ráadásul úgy fest Sivicska a saját területén, reklámok, céges kavarások, közpénzes infrastruktúra közbeszerzések, szintén szoros felügyelet alá került. A szupervizort, Nyerges Zsoltot utóbb éveken át Sivicska segítőjeként, már-már barátjaként apostrofálta a média, csak hogy ez nagyrészt tévedés volt. Tény, hogy Sivicska ekkor már a gazdaság akkora szeletére tenyerelt rá, amit képtelenség volt egyedül menedzselni, de a jobb kezeinek kasztingolásában nem kapott szabad kezet. Kifejezetten az Orbán család farvizéről a szelíd és okos, egykori joghallgató First Lady Lévai Anikó környezetéből érkeztek a támogató személyek Lajos mellé. Hát igen, szóval elég ismerem a Viktort ahhoz, hogy ha akarok valamit csinálni, akkor csak akkor kell vele róla beszélni, amikor már meg tudom védeni az álláspontot. Mert hogyha egy kicsit is gyengén állok a érveimben, akkor ő fog engem meggyőzni. Először a HVG számolt be arról 2001 májusában, hogy addig a szélesebb publikum által nem ismert szolnoki kötődésű üzleti kör rajzott ki az ország számos pontjára. Központi figurája, Nyerges, az évtizedeken át a párt betonbiztos hátországának számító Szolnokról származik. Akkoriban ott is élt a Tabán nevű kertváros részben, és a városban működteti ügyvédi irodáját. Barátja, a helyben ismert vállalkozó, Ökrös Imre révén került közel a tűzhöz. Ökrös a szintén szolnoki származású Lévai Anikó testvérének élettársa. Nyerges védte a város volt fideszes polgármesterét, későbbi kulturális államtitkárát, későbbi pártigazgatót, Várhegyi Attilát, az ellene hűtlen kezelés miatt indult büntetőügyben. Rajta kívül a szolnoki kezdőcsapat tagja volt Kun Zoltán üzletember, hatodrendű a Várhegyi perben, a helyi Axon csoport feje, továbbá Bai Csaba, akit a paksi atomerőmű élére ejtőernyőztettek, valamint Poházi Csaba, energetikai vállalkozó, akinek a cége éveken keresztül szállított távfőt fideszes és kevésbé fideszes önkormányzatoknak. Pomáziról tartja magát a mondás, hogy rokona Lévai Anikónak, mindenesetre Lévai édesanyja Pomázi lány. Pomázi, aki jelenleg csőd büntet miatt folyik nyomozás, ebben az időszakban lett a Dunafer vezérigazgató helyettese. Nyerges az igazgatóságban kapott helyet, abban a Dunaferben, amelyiknek egyik erős beszállítója volt Orbán apjának Kavics Bánya cége. Az Orbán család szintén erős gyarapodásba kezdett. A kezdő lökés, ahogy már említettük, nagyon is kötődik Sivicskához. A párt székház pénz tovább csatornázása révén. Sőt, érdemes emlékezni, hogy idősebb Orbán győző céges könyvelője kezdetben Varga Tamás székesfehérvári édesapja volt, aki a fideszes pártcég, a Ficó könyvelését is intézte, illetve 93-ig az egyik Bánya cég felügyelő bizottságát a cég fantomizáló Schlecht Csaba is erősítette. Lévai Anikó ekkoriban kezdődő földvásárlásaira azonban Lajosnak már kevésbé volt befolyása, azaz úgy fest, Orbánéknak ekkor már gondjuk volt rá, hogy mindenre azért még Sivicska se lásson rá teljesen. ...2002 volt az év, amikor kiderült, hogy Vermerék sem csodatevők. A Fidesz épp úgy meglepte a vereség, mint 94-ben, de a hiszti sokkal nagyobb volt. Már tudták, hogy nem csak a hatalmat,
hanem a valós célt, az erőforrásokhoz való korlátlan hozzáférést is bukják. Orbán tüntetésekkel, polgári körszervezéssel, szélsőjobbos segítséggel, emlékezetes ugye, Budaházi György 2002-es hitfoglalása hergelte egymás ellen az amúgy is súlyosan polarizált magyar társadalmat. A helyzet voltaképpen azóta is tart, de akkor még szokatlan volt. A háttérben ezzel szemben sokkal racionálisabban ment az ellenzéki alámerülés, sőt, mondhatni, minden eshetőségre felkészülve előre is gondolkodtak. Ekkor vették például igazán hasznát Lévai Anikó egykori büntetői jogszeminárium vezetőjének, a párt későbbi főtanácsadójának és képviselőjelöltjének, Polt Péternek. Hiszen a 2002 előtti befolyásépítés, erőforrás maximalizálás számos ponton, hát mondjuk így, kikezdte a büntetőszabályokat. Nem mintha olyan hatalmas harci kedv lett volna a hatalomra került MSZP-ben. A kormányfő, Medgyessy Péter jelszava az árokbetemetés volt. Medgyessy Péter vagyok, az MSZP miniszterelnök jelöltje. Az első választási forduló megmutatta, hogy az emberek többsége nem a megosztottságra, hanem a nemzeti összefogásra, a jóléti rendszerváltásra szavaz. Április 21-én végleg eldönthetjük az ország sorsát. Ezért minden szavazatra, minden emberre számítunk, hiszen Magyarország többet érdemel. Néhány ügy mégis eljutott a nyomozóhatóságokhoz, néhány példa. Kaja Ibrahim Josziptot, országimás szerződések, defendmegbízások és tőkeemelések, vagy a 4 milliárd forintért beszerzett, de a szeméttelepre került stadion beléptető rendszer. A kutakodások és a feljelentések elsősorban Keller László akkori közpénzügyi államtitkár érdemei. Csak hogy a nyomozásokból végül nem lett praktikusan semmi, amit viszont alig a túlzás Polt Péter érdemének betudni, köszönhetően a büntető igazságszolgáltatás piramisszerű hierarchiájának, aminek ő volt a csúcsán ekkor és van most is. Fontos lábjegyzet, a semmi, mint eredmény nem teljesen igaz, éppenséggel Keller az, aki ellen igenis indult büntető ügy, miután a nagyhatalmú Csányi, sőt oldalágon maga Polt is belekerült a célkeresztjébe. Az államtitkár azt vizsgálta, kik használnak vadászatra állami földeket és milyen feltételekkel. Kellert egy évtizedig húzódó eljárás után személyes adattal visszaélés miatt próbára bocsájtották, és miután pártja is hátba szúrta, politikai karrierjének is vége lett. Lábjegyzet vége. Polt okán félnivalójuk tehát már a 2000-es években sem volt simicskáiknak. Bátran folytathatták, ahol abba hagyták az erőforrás gyűjtést. Segítő partner is akadt, méghozzá Puk László személyében, aki az MSZP akkori párt pénztárnoka volt. Dávid Ibolya, az első Orbán kormány igazságügyi minisztere nevezte később ezt az időszakot a 70-30 éveinek, amiben a számok a leosztás arányára vonatkoznak. 70% az aktuális kormányzó erőé, 30 a legerősebb ellenzéké. Elég volt pár építőipari vállalkozás vezetőivel beszélgetni ebben az időszakban, hogy ne gondoljuk, légből kapottnak az állítást. Vagy ránézni a közbeszerzési értesítőre, ahol valóban nagyjából a fent említett arányban kerültek a győztesek közé, olykor válnak vetve, konzorciumban pályázó cégek erről az oldalról is, és arról az oldalról is. Direkt bizonyíték természetesen nincsen a paktumra, beszédes viszont, hogy már a NER fénykorában maga Orbán beszélte rá Pukkot, hogy ugyan vegye már meg a Népszavát. Került állami reklám is hozzá, ő felsége ellenzékének, épp csak az Orbán családot kell békében hagynia. És azt kell, hogy mondja, soha nem a pénztárnok vagy az egyik minisztere döntött el, hogy mi fog történni. Ezek azért annál sokkal nagyobb kérdések voltak, mint hogy egy ember eldöntesse. Úgyhogy szeretném neked mondani, ha lenne lehetőségem, természetesen tennék, és természetesen a Népszavát, ha én akkor nem állok be, akkor ma nincs Népszava, ha én nem vállalom föl, hogy egy hitele lesz, neki megyek ennek a dolognak. A Fidesz tehát nemhogy nem gatyásodott le az ellenzéki években, de köszönhetően Simicskának és Puhnak szépen gyarapodott. Ami a leuralt ágazatokat illeti, Lajos maradt a kaptafánál. Alapvetően reklám, média és infrastruktúra beruházások, ehhez társult később az agrárium. Az infrastruktúra építések területen a vegyépszer menetelésének vége szakadt, Nagy Elek monakói tiszteletbeli konzulsággal vigasztalódhatott. Helyét egy régi új csillag vette át, a szolnoki csapattól örökölt
közgép. Az egykori szocialista nagyvállalat a közúti gépellátó részvényeit az Inter-Európa Bank 98-ban átadta a Kuhn-féle szolnoki Axon csoport két cégének. Az Axon egy évvel később túladott az akkor még koránt sem szárnyoló közgépen nyerges két érdekeltsége számára. A tulajdonviszonyok több mint egy évtizedig kuszák voltak, egészen addig, amíg a Népszabadság 2012-ben meg nem szellőztette, hogy voltak éppen Simicska a gazda. A közgép már az ellenzéki időkben is sikerrel indult közbeszerzéseken, például a botrányos Margit híd felújításon dolgoztak, a Demszky Gábor vezette Budapesten. Aztán pedig különösen, hogy Gyurcsány Ferenc emlékezetes összödi beszéde nyomán 2006-ban az önkormányzatok élén hatalmas előtörést ért el a Fidesz, az utolsó teljes ellenzéki évben, 2009-ben már 39 milliárd forintra rúgott a közgép árbevétele, szemben a 2002-es 2,8 milliárddal. Ezt az állapotot akarják visszaállítani. Lesz újítás is, a Margit szigetet zebrán is meg lehet majd közelíteni, és lesz biciklisáv is. 15 évvel késtük el ezt a felújítást. A felújítás terveit készítő cégvezetője mondta ezt pár hónapja, amikor kiderült, hogy a Szabadság híd csúszása miatt a Margit hídat is csak később tudják lezárni. Hogy összesen mennyibe fog kerülni, még nem tudni. A Fidesz szerint drágább lesz a tervezetnél. Hát természetesen, mint minden a fővárosban csúszik, és mint minden a fővárosban drágább lesz, mint ahogy ezt eredetileg tervezték. A média gyűjtögetés is ügyesen alakult. Ahogy említettük, a Postabanktól visszaszerezték, és kipróbált Szaki, a volt hírlapkiadós Liszkai Gábor főszerkesztésével harcilappá alakították a Magyar Nemzetet. Még az első Orbán kormány alatt 2001-ben indult be a Heti Válasz, a kiadó első tulajdonosa a Természet és Társadalombarát Fejlődésért közalapítvány volt. A mérsékelt konzervatív tartalom sosem kecsegtetett átütő üzleti sikerrel, a kiadóban váltották egymást a baráti oligarchák, míg 2012-re megérkezett a nyerges Simicska páros. Hasonló volt a helyzet az akkori fideszes propagandaipar Korona X-szerével, a Hírtelevízióval, ami 2002 végén alakult, kezdetben Bálinti Gábor jobbos ügyvéd befektetéseként, majd másoknak, így a vegyév szeres nagyereknek és Töröcskei Istvánnak is ukázba adta a párt, hogy ideje kicsit égetni a pénzüket az ügy érdekében. Végül a Hírtévé is Simicskán állandolt. Ambícióban nem volt hiány. Fájt a fogok a legnagyobb elérés biztosító RTL Klub megszerzésére is. Nyerges cége közvetve 31%-ot szerzett az üzemeltető MRTL ZRT-ben 2010-ben, de egy év múlva kénytelenek voltak visszaadni a német anyacégnek. Máig nem tudni, hogy Merkel asszony intett be, vagy csak egyszerűen beletörött a bicskájuk a fehérvári szolnoki fiúknak az üzletbe, hiszen azért az RTL azért mégiscsak egy másik ligában játszik, mint a Ma Hír. Sikerült viszont a mesterterv, ami a politika iránt makacsul közömbös, B-kategóriás retro zenét háttérrádiózó tömegek agymosására eszeltek ki. Csak óránként 5 perc hírek, de azt mi adjuk. Ma már ez az általános kereskedelmi rádiózási alapelv, de a Klassz FM volt az úttörő. 2009-es indulásukat a Simicska Puh Paktum egyik legsötétebb fejezetének köszönhetik. Az addigi két országos frekvenciájú kereskedelmi adó, a Danubius Rádió és a Schlager Rádió hosszabbítási kérelmét a médiahatóság elutasította, és két 0 kilométeres új adó indulhatott a helyükön, a szoci közeli Neo FM és Nyergeség Klassz FM-je. A döntés miatt lemondott az Országos Rádió és Televízió Testület éléről Majtényi László, akkori elnök. Én úgy fogalmaztam meg a lemondó nyilatkozatomat, hogy felidéztem azt a nyilatkozatomat, amelyet a megválasztásom napján adtam, még a parlamentben. Ebben a nyilatkozatban, ha tetszik, elnöki programként azt fogalmaztam meg, hogy az ORTT-t minden erőmmel közel szeretném vinni a közpolitikához, és távol szeretném tartani a pártpolitikától. Ebben a lemondó nyilatkozatban pedig azt a fordulatot használtam, hogy ez az elnöki program lehetetlen, tehát a program megvalósítása lehetetlen, ezért én úgy döntök, hogy lemondok. Miután a Sláger Rádió működtetője jogerősen is megnyerte a pályázat jogellenessége miatt indított perét, az országgyűlés már a 2010-es választások után megváltoztatta a médiatörvényt, nehogy vissza kelljen adni nekik a frekvenciát, ez volt az úgynevezett Lex Sláger.
Sovány vigasz, hogy a Puk-féle Neo FM legalább csúnyán végezte. A NER-ben mégsem jutott neki annyi falatka, mint remélték a paktum alapján, és le kellett húzniuk a redőnyt. Hiába a sanyarú ellenzéki időszak, gyűlt a pénz rendesen, és csatasorba állt a propaganda is. Az első és legfontosabb feladat még nem annyira a kormányoldal támadása volt, hanem rendet vágni a saját csatasorban. Miután is Orbán zsinórban két választást is elveszített 2002-ben és 2006-ban, úgy a párt vezetésében, mint mértékadó jobbos értelmiségi és üzleti körökben is felmerült, hogy vajon továbbra is ő-e az egyedüli, legalkalmasabb vezető a jobboldali politikai térfélem. Spéder Zoltán, Lantos Csaba, Tombor András, Schmidt Mária, Stump István emblematikus személyiségek bukkantak fel a brainstormingolók között. Ha ekkor Simicska az ötletelők mellé áll, esetleg anyagi támogatást is nyújt nekik, az alapjaiban változtatta volna meg az egész ország történetét. De Lajos hűséges maradt kisdiákori barátjához. Lapjában a Magyar Nemzetben álneves cikkben mentek neki a szervezkedőknek 2007. januárjában, Schmidt Mária Ante Portas címmel. Nem hagyva kétséget afelől, hogy a jobbos média kit fog támogatni, ha kenyértörésre kerül a sor. Ha 90-ben nincs Simicska, nincs Fidesz. Ha 2006-ban nincs Simicska, nincs Orbán. Később kampányidőben persze tolták a propagandát is. Mérhetetlen, mennyire játszott közre a 2010-es kétharmadban Gyurcsány személye, a szocik bénasága és korrupciója, a 2006-tól fogva rendszeresen Budapest utcáin randarilozó fasiszta hordák ijesztő látványa, a gazdasági világválság, az életszínvonal romlás és így tovább. Alig, ha nem mindez együtt hatott. De nem elhanyagolható a média szerepe sem. Főképp, ami a korrupciós vádakat illeti, repkedtek a viszkis dobozok és nokiás dobozok, rendszeres vágóképpé vált a pórázon vezetett vállalatvezető, tábornok vagy köztisztviselő. Mára ezekről az ügyekről, ha egyáltalán hallani, legfeljebb azt, hogy megszűntek, felmentőítélettel, max némi dorgálással zárultak. De akkor nagyban befolyásolták a választók döntését. A manipulációban egy olyan média birodalom járt az élen, ami nem jöhetett volna létre a szocik 70-30-a nélkül. Nagyon fontos leszögezni, 2010 után semmi olyasmi nem történt, ami ne lett volna előre sejthető az addigi eseményekből. Csak kétharmaddal egyszerűbb és hatékonyabb beszántani az országot, mint anélkül. Ami Simicskát illeti, barátja nem bizonyult hálátlannak az addigi kiállásáért. Nem csak úgy megtartotta befolyását gyakorlatilag az egész ország gazdaságára, Orbán politikai döntésekbe is bevonta. A Magyar Narancs Riport sorozatából tudni, a 2010-es választási utáni hetekben Simicska és Orbán heteket töltöttek felcsúton, együtt állítva össze az új kormány listáját. A Fejlesztési Minisztérium és az Agrárminisztérium szinte teljesen Simicska és Nyerges uralma alá került. Nézzük néhány konkrét példát. Miniszterelnökség. Államtitkár Győri Tibor, korábban Mahír igazgató. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Fellegi Tamás miniszter, volt Bibós tanár, egy év múlva lemond, utóda az ex-MFB-s Németh Lászlóné, még közelebb Simicskához. Államtitkár Hegmanné Nemes Sára, Szolnok volt alpolgármestere, jelenleg a Magyar Posta elnöke. Államtitkár Schwab Zoltán, korábban közgép igazgatósági tag. Államtitkár Halasi Tibor, korábban Mahír csoport, cégjogász, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, Petykó Zoltán, korábban a közgép főmérnöke, Vidékfejlesztési Minisztérium, Fazekas Sándor miniszter, korábban a Fidesz, Jász, Nagykun, Szolnok megyei alelnöke, a megyei közgyűlés fideszes tagja, Nyerges, régi ismerőse, tanácsadója Nyerges Attila, Nyergesor testvére. Energiaszektor, reaktiválták a szolnoki Bai Csabát, aki a Magyar Villamos Művek élére került, Országos Villamos Távvezeték ZRT, vezérigazgató Gobcsa Péter, ex-közgép, Magyar Energiaihivatal, Horváth Péter elnök, volt szolnoki Fidesz elnök, közbeszerzési döntőbizottság, úgynevezett fellebezési fóruma, lemutyított beszerzések miatt, itt lett elnök Kövesdi Zoltán, aki korábban a közgép felügyelő bizottságának volt a tagja, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Sélleiné Márki Mária elnök, korábban a szolnoki Hetényi Géza kórház főigazgatója, Nyerges ismerőse. Mindez, ahogy mondani szokás, a teljesség igénye nélkül.
Az új kormány komolyabb tárcái közül csak a Matolcsy vezette gazdasági minisztérium és Pintér Sándor belügyminisztériuma marad, relatíve simicskátlan. Hogy miért? Jó kérdés. Simicskával való ellenszemre nem gondolnánk már csak azért sem, mert például Pintér nem sokkal a 2010-es kormányalakítás előtt éppen Simicska bizalmasának, Kántor Tibornak, az APEC egykori elnök helyettesének adta tovább az aranytojás tojó biztonsági cégét, a CBS ZRT-t. Sokkal valószínűbb, hogy hála ide vagy oda, Orbán már ekkor szeretett volna némi ellensúlyt. A politikában Simicska sosem volt igazán népszerű, az ős fideszesek közül régóta ellenszenvvel viseltetett irányába például Kövér László. Annak ellenére, hogy Simicska és Kövér fivére Kövér Szilárd korábban kifejezetten egy húron pendültek az üzleti életben. Kövér házelnökként azt is megengedhette magának, hogy szívügyét, a Kossuth tér felújítását a közgép megkerülésével végeztesse. A formális megrendelő az országgyűlés hivatalának cége volt. Ráadásul ő hozzájártak panaszra a Narancs riportja szerint azok a vidéki fideszes polgármesterek, akik, és a nekik kedves beruházók, elől Simicskáik elszívták még a levegőt is. Másik entitás, aki megtehette, hogy még akár Orbán fülébe is duruzsoljon Simicskáik túlhatalma miatt, nem más, mint Habony Árpád volt. Habony a 2010 őszén elhunyt Vermeer András utóda, még Vermeerénél is nagyobb hatalommal a kormány PR területén. Politikai benfentesek szerint szinte a kezdetektől mantrázta a minisztereknek, hogy vissza kellene fogni a régi barátját, mert a szabadrablás politikai következményt nem Simicska, hanem Orbán fogja elszenvedni. Márpedig a szabadrablás kifejezés nem túlzás. A módszerek a 20-as évek maffia világát idézik. Mindennaposak az üzleti partnerek több órás várakoztatásai, az ordibálás, az otromba fenyegetőzés. Az alkotmányos költség piaci szereplők szerint a korábbi 10, majd 30%-ról 50 fölé emelkedett. Jól menő cégeket vettek át fekete autós alakok a tulajdonosoktól, adott vagy viszem alapon. Ilyen mondásokat bárki hallhatott, akinek volt ekkoriban ismerőse az építőiparban. Érthető, hogy a sértettek nem álltak bele a nyílt beszédbe, hiszen joggal érezhették, van félnivalójuk. Ezért a mondások kétséget kizáróan nem igazolhatók. De ha fele igaz az elbeszéléseknek, az is sok. A vitatható módszerek ugyanakkor nagyon is eredményesnek bizonyultak. A Mahír 11. kerületi székhelye a Gazdagrét és a Sashegy között található Radóc utcai családi házban. Hát voltak éppen második kancelláriává nőtte ki magát, minisztereket, államtitkárokat, iparvállalatvezetőket rendeltek házhoz. Orbán Viktor 2012-ben Simicska Lajost is megvédte az országgyűlésben, és kijelentette, oligarchák a nemzeti együttműködés rendszerében nincsenek és nem is lesznek. Simicska Lajos cége, a közgép akkor még rendre nyerte a közbeszerzéseket, volt olyan év, hogy 430 milliárd forint értékű megbízást kapott. Mindeközben nem hagytak fel a saját cégcsoport bővítésével. A HVG kétszer is készített oligarcha vagyonleltárt. 2002-ben a 2010-re vonatkozó osztalékot számolták ki, ami a bonyolult Simicska cégháló végén felvehető, 2014-ben pedig levitézett és feltörekvő oligarchák aktuális vagyonát kalkulálták, összevetve a 2010-es helyzettel. Ez szerint az első teljes neres év a 2011 után 14 milliárd forint volt az energiapiactól, az építőiparon és agrárszférán át a média üzletig ívelő, közel 100 vállalkozásból álló cégbirodalomból származó osztalék. Tanulságként le lehetett vonni azt is, hogy 1. A cégek árbevétele zömében a közszférából vagy uniós forrásból ered, 2. Bármennyire is ment a súlykolása a nemzeti nagytőke fontosságáról, a tulajdonosoknak nem volt kenyere a hosszú távú, felelős befektetői gondolkodás. A nyereségnek csak töredékét forgatták vissza, az oroszlán részt osztaléknak szavazták meg. 2017 tavaszán a Simicska nyerges klán vagyonát 47,7 milliárd forintra becsülte a Heti Lap. Az összeg 16,5 milliárddal magasabb, mint a NER kezdetén volt. A közgép ZRT csak 2013-ban csillagászati 430 milliárd forint értékben nyert el állami beszerzéseket egyedül vagy konzorciumi partnereivel. A Mezor csoport, úgyis mint három egykori piszkos 12 tagot összefogó holding 46 ezer hektáron gazdálkodik ekkor. Érdekesség, hogy a 2014 márciusi lista sereghajtói között szerepelt bizonyos,
Mészáros Lőrinc mindössze 2,5 milliárdos vagyonnal. Meg is jegyezte a HVG, hogy ugyanaz összeg simicskai léptékben alamizsna, csak hogy a növekedés ütemét tekintve már ekkor az egykori épületgépész vitte a prímet. 2010-ben még alig 500 milliárdja volt. A fő kérdés, hogy valóban megtörtént-e a szakítás a tetszik, nem tetszik, de történelmi barátságban. Vagy ez is a színjáték része. Nagy volt ugyan a füstje, sőt a lángja is a 2015. február 6-ai G-napnak, amikor is reggel a Simicska média szinte teljes vezérkara az Élen Liszkaival átigazolt Orbánhoz. Délután pedig Lajos bevisszkizve haknisza teli a sajtót azzal, hogy barátja sajnos spermoidalak. De nagy a füsteregetés minden egyéb szemfényvesztéskor is. A már korábban említett megfigyelési üttől kezdve egészen a migráns veszélyig bezárólag. Ebben tényleg profik a fiúk. Mitől lehet gyanús, hogy színjátékot láthattunk? A járulékos veszteség miatt, ami nem más, mint a Jobbik és annak potenciális szövetségese, az LMP elkisgazdásodása volt, és ami fölött épp hasznos a Fidesznek. Először is elevenítsük föl, mi is történt pontosan a G-nap során. Nyíltá vált a konfliktus Simicska Lajos és a Fidesz között. A korábban évekig nem nyilatkozó milliárdos nagyvállalkozó megtörte a csendet, és káromkodva beszélt Orbán Viktorról és fideszes vezető politikusokról. Ugye Bajer Zsoltra azt mondta, hogy geci, Orbán Viktor is mondja már valamit. Az is geci. Hát én most mindent elintézek, utána elmegy szánkózni. Szerintünk Orbán nem geci. Sem a kormány semmén eddig sem vettünk részt, és ezután sem veszünk részt ilyenfajta vitákban. A 2014-2018-as ciklusban számottevő veszélyt egyik ellenzéki párt sem jelentett a NER-re. 2010, hát voltak éppen 2006 ősze óta ez a helyzet, annak ellenére, hogy 2010-et leszámítva összességében mindig többen szavaztak más pártokra, mint a Fideszre. Ennek számos oka van, és sokan elemezték is, a legfontosabb természetesen az Orbánizmusra optimalizált 2011-es választójogi törvény. De nem elhanyagolható az ellenzék állapota, az ideológiai mondandó és a tehetséges vezető hiánya sem. Szeretjük vagy sem, ami a népszerűséget illeti, egyetlen viszonylag komolyan vehető ellenzéki erőnek a Jobbik mutatkozott. Bár megszorítani ők sem tudták a Fideszt, azért a Lendvai utcában semmit nem bíznak a véletlenre. A választások előtt megjelent a Jobbik környékén az úgymond kiábrándult Simicska. Mit hozott, mit ígért? Pontosan nem tudjuk. Csak azt, hogy vonáik elhitték, egymaguk is nyerhetnek. És mi történt? Kétharmados Fidesz győzelem, Jobbikos pártszakadás, majd Simicska angolosan távozott a színről. Nem azt mondom, hogy olyan nagyon nagy meglepetések értek, de én bizonyos embereknél azt gondoltam, lehet, hogy ez egy vezetői hiányosságom volt, vagy emberismereti hiányosságom, hogy ők is jönnek velünk, velem. Nem így történt minden esetben, ez a pohár félig üres része. Tegyük fel munkafelvetésként, hogy a két férfi, akiket 40 éves szoros barátság fűz egymáshoz, és akiknek sikerül az egész országot kényük kedvük szerint az anyagi érdekeiknek megfelelően alakítani, összerúgták a port. Vajon pontosan mikor és miért? És ki az, aki borított? A két érintett környezetében mindenki magát mondja proaktívnak. Az Orbánista változat, a miniszterelnök meghallgatta a számos panaszt, sőt, akadtak sajátjai is, például, hogy elakadt a szívének oly kedves Pancsó Aranya építkezése Felcsúton, mert a Radóc utcai népek féltékenységből a Mészáros és Mészáros Kft.-re késtek a folyósításokkal, illetve, hogy megelégelte a túlzott befolyást, és úgy érezte, lassan kicsúszik a kezéből az irányítás. Átlátta, hogy a putyini modell szerint több szerényebb képességű stróman könnyebben pórázon tartató, mint egyetlen túlmozgásos zseni. Ezért úgymond diverzifikálni kezdett, ez egyébként az Orbán közeli kiszivárogtató kedvenc szavajárása volt ekkoriban. Voltak éppen azt jelentette, hogy odaengedi a tűzhöz a B-kategóriás oligarchákat. Párhuzamosan hadat is üzent. Nagy üzletekkel, amikből kihagyták Simicskáikat, és törvényekkel, személycserékkel, amik viszont sértették az érdekeiket. Nézzük meg ezek közül néhányat. Első a MET-sztori, az állami tulajdonú Magyar Villamos Művek leányvállalata és a magántulajdonú MET üzletén utóbbi, az oligarcha tulajdonú Csányi, Hernádi, Garancsi, Bermuda háromszög közeli MET 10 milliárdos nagyságrendben kaszált.
Második, reklámadó bevezetése, ami évente több százmillióval sarcolta a Simics Kista cégbirodalmat. Harmadik, a földtörvény módosítása, ami alapján veszélybe került a Simicska féle agrárbirodalom bérleti szerződéseinek megújítása. Negyedik, az államigazgatás, az állami cégek rapid simicskátlanítása. Ötödik, a Mahír henger plakátjainak és a Metropol újságnak kiűzése a főváros köztereiről, ami hengereket utóbb megmentett a bíróság. Hatodik, az M4-es autópálya építésének, azaz a közgép bizniszének leállítása. Na és akkor ehhez képest a Simics Kista narratíva, valamiféle demokratikus, antikommunista, vagy inkább ruszofób, katyvasz. Miszerint a 2014-es országgyűlési választások után találkozott Orbánnal, aki vázolta a terveit, amiben még lojálisabb médiahálózat kiépítése, az RTL Klub és az Index megszerzése is szerepelt, és amire Simicska állítólag kikerve magából nemet mondott a szólásszabadság hőseként. Ezzel párhuzamosan leoltotta Orbánt, amiért egyre mélyebbre csúszik Vlagyimir Putyin intim szférájába. Ordítozásig fajult a beszélgetés, majd Simicska távozott. Melyiknek higgyünk, hiszen eddig egyik fél sem adott túl sok alapot a feltétlen bizalomra. A tények azt mutatják, hogy ugyan Simicska nagyot ment a G-napon, és még kicsit utána is, lásd már idézett Mandiner interjút, de igazából nem ártott Orbánnak, inkább magát járatta még lejjebb. Mindenki várta, mikor dobja le az atomot. A fél ország találgatta, hogy a 2018 tavaszi választás előtti mely időpont lenne a leginkább megfelelő, hogy borítson. Méghozzá úgy, hogy befolyásolja a választást, de ne adjon időt ellentámadásra. Teltek a hónapok, de az atom csak nem robbant. Viszont nem sokkal a választások előtt, 2017. decemberében a kormány megállapodott Simicskával és a konzorcium többi tagjával az M4-es strádaépítés leállításával okozott károk kompenzálásáról 45 milliárd forintban. Égbe meredő pillérek és semmibe vezető alagút a 4-es főút mellett Törökszent Miklósnál. A félbehagyott M4-es autópálya nyomai. Még az uniós támogatásról szóló tábla is kint van, pedig már több mint két éve áll így az építkezés. A héten derült ki, hogy a kormány peren kívül megállapodott az építőcégekkel, köztük Simicska Lajos vállalatával. Az államtitkár szerint januárban dőlhet el, hogy pontosan mi lesz az itt félbehagyott építkezéssel. A beruházást a Simicska Lajos cége vezette, konzorcium kezdte építeni. 2015-ben azonban, egy hónappal azután, hogy a milliárdos nagyvállalkozónak és Orbán Viktor miniszterelnöknek nyilvánosan megromlott a viszonya, az építkezést a túl magas árakra hivatkozva leállította a kormány. Ez mégsem normális dolog, hogy magyar adófizetői pénzből 1 milliárd forint helyett mondjuk 4 milliárd forintért épüljön egy kilométer út. A közgép és társai ugyanis kilométerenként 3,7 milliárd forintból építették volna meg az autópályát. A választások után Simicska a teljes cégbirodalmát átadta Nyerges Zsoltnak, aki valójában Mészárosnak frontolt. A G7 számításai szerint akár 60 milliárd forintnál is több mehetett Simicskái kasszájába ekkor. A szólásszabadságot félt, demokratikus hozzáállásáról pedig annyit, hogy hiába voltak érdeklődők, például a csehországi médiabefektető Milkovics Pál, valamint az LMP-s Ungár Péter a Magyar Nemzetre, Milkovicsnak Simicska nem is válaszolt, Ungártól pedig olyan árat, másfél milliárd forintot kért, hogy a tárgyalópartnerek fegyveszve menekültek. Ezek után bezáratta az újságot. Amit viszont az Indexet csinált, az egyelőre valóban jó oligarchához méltónak tűnik, még 2014-ben kapott opciós jogot a kiadóra Spéder Zoltántól, amivel 2017 tavaszán élt is, hogy aztán az egészet átadja a szerkesztőség közeli alapítványnak. Egy ideig benhagyta az igazgatóságban kedvenc ügyvédjét, majd ő is távozott. Ha nem is BBC díjasan átlátható tranzakció, de magyar viszonylatokban a Cashman-nál mindenképpen jobb megoldás. Az utóbbi időben több cikk is született arról, hogy Simicska Lajos áttette a székhelyét Háskútra. Az egykor befolyásos oligarha ma már állattartással és lovas turizmussal foglalkozik. Sok emberrel jót tett. Sok mindent megvásárolt. Tud mondani példát, mert itt mondta, hogy sok emberre jót tett, hogy az... Hát konkrétan nem tudom, hogy lenne az alsó falu részen sok házat megvett, akkor lovardát csinált, ott egy vendégházat. Ott tovább megyünk, tehát még talán az úton, akkor ott van a tanyája még. A még az külön van egy Hudi tanya. Az egy nagyon szép, az egy kacsalában forgó igazi tanya. Ismerői szerint Simicskát, mintha kicserélték volna, amióta nem nyomják a vállát országos ügyek, viszont a megélhetése sincs gondja.
Veszprémben él, egy hangulatos óvárosi házban, két kisebbi gyerek a városi gimikben középiskolás, nagyfia Ádám a Nemzet kiadójának volt ügyvezetője, a Népszava korábbi híre szerint az Egyesült Államokba készült. A családfő szinte minden nap kilátogat a háskúti birtokra, a Bakonyba, lovakat tenyészt. Ahogy a veszprémiek fogalmaznak, szerényen él, semmi francoskodás, napi rutin szerint telnek a napjai. Kosárkával a karján, ugyanabban a pékségbe jár reggelente, ebédidőben pedig a törzshelyén az óvárosi Elefánt étteremben rendel egy menüt. Pont, mint aki jól végezte a dolgát. Nagyon köszi a figyelmet, ez volt a Simicska Lajos életútját bemutató két részes sorozatunk második befejező darabja. Ha bármilyen kérdésed, észrevételed van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor itt van alattunk a komment szekció, várjuk a visszajelzésed. Ha tetszett a tartalom, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje a leírásban található meg. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, kövess minket Facebookon, illetve csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Köszönöm szépen a figyelmedet, Gulyás Márton voltam, hamarosan újra találkozunk, addig is, ciao.